Ildikónak 53 éves korában házi orvosa tanácsára kellett elmennie az ultrahangos szűrővizsgálatra, amely segítségével daganatot állapítottak meg nála. A kemoterápiára is roppant érzékenyen reagált a szervezete. Legyengült, lefogyott. Mégsem adta fel, alternatív gyógymódok után olvasott. Takács Ildikóval beszélgetek Vépen, Vas megyében. Ildikó egy nagyon súlyos betegségen ment keresztül az elmúlt években. Tudnál erről beszélni, hogy ez hogyan kezdődött, hogyan vett észre, hogy valami probléma van, és hova fordult ezzel? Tényleg nagyon régi, mert ez 2004-ben kezdődött tulajdonképpen. Ugye én egy kicsit mindig túlsúlyos voltam, és nem vettem észre a pocakom miatt, hogy ha esetleg lehet valami. A házi orvosom volt az, aki felhívta a figyelmet, hogy el kellene menni egy ultrahangos szakvizsgálatra. Kiszűrt az ultrahang, hogy daganat van a hasamba, akkor még jó indulatot állapítottak meg. Az ultrahang után persze rohantam a szakorvoshoz, aki engem valamikor műtött, és ő vitt engem nőgyógyászati ultrahangra, és akkor mentem megállapította, hogy sajnos egy nagy daganat van a meglévő petefészken, mert ugye akkor már csak nekem egy petefészek volt, és azt is megmondta, hogy ez rossz indulatú. A petefészek rák egy rossz indulatú daganat, amely a petefészek sejtjeiből indul ki. Szövettanilag többféle típusa lehetséges, mivel a petefészket számos különböző sejtípus alkotja, és ezek közül bármelyik kóros szaporodásnak indulhat. A daganat nagyon hamar a hasüregbe tör, és a petefészektől távolabb is áttéteket ad. A petefészek rák sokáig tünetszegény marad, ezért korai stádiumban igen nehéz észrevenni. A leggyakoribb tünetek a haspuffadás, a hasi vagy alhasi fájdalom, evési nehézségek, gyorsan kialakuló tehetségérzés vagy gyakori vizelési inger. Ezeket a tüneteket más, még kevésbé jellegzetes panaszok is kísérhetik, például fáradtság, gyomorégés, hátfájás, székrekedés vagy menstruációs zavarok. Azonnali műtétet javasolt, ez annyit jelentett, hogy november első hetében meg is műtöttek. Természetesen kemoterápia lett a következő feladat, a következő lépcső, ami abban az évben, december első felébe kezdődött, és tartott rá a következő év, tehát 2005 egészen májusáig. Havonta kaptam ezeket a kezeléseket. Nagyon megviseltek a kemoterápiák, de mégis, miután hazakerültem, valahogy erőt tudtam magamon venni, és tudtam itthon tenni a feladataimat, háztartást vezettem. Húzamosabb ideig fennálló panaszok esetén fizikális vizsgálattal és ultrahang vizsgálattal lehet diagnosztizálni a hasüregben lévő daganatot. Tumormarkernek nevezzük azokat az anyagokat, amelyeknek a vérszintje csak akkor emelkedik meg, ha a szervezetben egy adott típusú tumor van jelen. Sajnos nem minden tumornak ismerjük a tumormarkerét, sőt, nem is biztos, hogy minden típusú ráknak van saját markere, de ahol ismert az összefüggés, ott a tumormarker rendszeres vizsgálatával jó közelítéssel nyomon követhetjük a szervezetben lévő tumoros aktivitást. Kezelésére kemoterápiát és sebészi terápiát alkalmaznak. A sebészi terápia szerencsés esetben a teljes daganat, azaz az összes tumoros sejt eltávolítását eredményezi, de a korai áttétképződések miatt a legtöbb esetben kemoterápiás kezelés is szükségessé válik. Nagyon megviseltek a kemoterápiák, de mégis, miután hazakerültem, valahogy erőt tudtam magamon venni, és tudtam itthon tenni a feladataimat, háztartást vezettem. Na, a lényeg az, hogy ott, ahol a műtéti hely volt, ott felfedeztek egy valamilyen megnagyobbodott dolgot, bár ezt a megnagyobbodást, ezt már a műtétet követő első hónapban a nőgyógyász orvos is megállapította. Csejté főorvos úrnak az volt a véleménye, hogy ez egy cisztózus daganat. Neki lett igaza. Ő nagyon biztatott, hogy ebbe talán már nem lesz az rákos daganat, és aztán lett. Sajnos mégis lett. És 2009 év elején kezdődött el a kemoterápia. Az első kemoterápiánál, a második kezelésnél nagyon megviselt. Allergiás rohamot kaptam. Toxikózis, tehát sok volt már, és leégett a
vékony bőrréteg, ahol ültem, ahol hozzáértem valamihez, arra kaptam kenőcsöt és antibiotikumot. Gyakorlatilag 6 kezelést kaptam kemoterápiából, és többször ugye patika újságot olvastam, tehát ilyen gyógyszerészeti szaklapokat, amit a gyógyszertárakban tudunk kapni. Aztán akkor későbbiekben jelent meg, hogy gyógygombák segítenek ezen a rákos állapoton, befolyásolják, gyógyítják, kitolják az időt, nagyon jó hatással vannak emberekre, és gyakorlatilag én ezt a gyógygombát másfél évig szedtem annak idején, és nagyon jók lettek az eredményeim. Szinte csillagmentes, megjelölésmentes volt nekem mindenféle, minden alkalommal a labor eredményem, és én szépen szedtem folyamatába a gyógygombákat, és ilyen jó eredményt produkáltam, és ez a lényeg. És akkor nem is töltöttem nagyon sok időt ezek szerint kórházakban? Nem, vagy? Hála Isten, mert lehet, hogy még akkor, ugye azért 53 éves voltam, amikor ez a baj elért engem, még fiatalabb voltam. Tehát azért az is számít, hogy az ember mennyi idősen kapja ezt a daganatos betegséget. A petefészek rák rizikotényezői között elsősorban a genetikai meghatározottság szerepel. Ez velünk született, általunk nem befolyásolható tényező, de genetikai vizsgálattal a fokozott kockázat kimutatható. A petefészek rákkal kapcsolatban rizikót csökkentő tényezők is ismertek, például a terhesség és a szoptatás. Azoknak a nőknek, akiknek az első gyermekük 25 éves koruk előtt született meg és szoptattak, jelentősen kisebb az esélyük a petefészek rák kialakulására. Rizikó tényezőnek számít a családban a vérrokonok között előforduló mellrák vagy vastagbélrák is. Általánosságban elmondható, hogy egyes és kettes stádium esetén az 5 éves túlélés több mint 90%-os, de sajnos ebben a korai stádiumban az esetek csak alig 20%-a kerül felismerésre. A 3-as vagy ettől magasabb stádium beosztású petefészek rák esetén az 5 éves túlélés már csak 30% körüli. Az orvosoknak volt valami reakciója a gyógygombákkal kapcsolatban? Volt valamilyen élménye, ami erre vonatkozik? Igen. Volt orvos, volt szakorvos, aki kifejezetten ajánlotta nekem a gyógygombát, hogy azt bizony nem szabad abba hagyni, azt folyamatosan szedni kell, mert az jót tesz. Hogy egy pár óra pihenés után már képes voltam alkalomattán emberekkel foglalkozni, mert volt olyan feladat, hogy foglalkoznom kellett, tehát tanítottam közben, vagy kimentem a kertbe dolgozni, és ott komolyabb fizikai munkára is képes voltam. Tehát az orvosi társadalom is megosztott ezzel kapcsolatban, tehát van, aki... Igen, van, aki egészen vagy nem foglalkozik vele, vagy hát nem túl jó a véleménye, de bizony nagyon sok orvos, vagy több orvosnak, akikkel én megismerkedtem a problémáim kapcsán, bizony teljes mértékben elismerik és javasolják a betegeiknek. Elárulta nekem, hogy ő maga is szedi a gyógygombákat. Tehát a gyógygombák azok egyik legfontosabb, amit észre szoktak venni, az, hogy a mellékhatásokat csökkentik a kemo- és sugárterápiánál, és petefészek tumornál ugye az a probléma, hogy nagyon gyakran fel sem tűnik, hogy ott a tumor, hiszen nagyon sokáig nem okoz fájdalmat, és a legnagyobb probléma a petefészek daganattal az, hogy amikor észreveszik, akkor már egy előrehaladott stádiumban van a tumor, és akkor már nehezebben kezelhető. Ezért kell rendszeres kontrollra, szűrésre járni, hogy még akkor észrevegyék, amikor még mielőtt előrehaladottá válik a betegség. És nagyon fontos a hangulatra való hatása is a gyógygombáknak. Említette, hogy a betegségei mindig akkor jöttek elő, és akkor bukkantak fel, amikor valami családi lelki trauma érte. Van. Gyógygombáknak vannak olyan hatásai, amik az idegrendszerre hatnak, és egy őssejt aktivitás fokozó hatása is van az agyban a gyógygombáknak, aminek egyébként van egy tumorellenes hatása is egyrészt. Kimutatták, hogy bizonyos agydaganatoknál, ha az őssejtek aktívabbak, az agyi őssejtek aktívabbak, akkor a tumor fejlődése megáll. Másrészt van egy hangulatjavító hatása, és ezt nagyon gyakran kihasználják a depressziósok, vagy különböző félelemi állapotokban élő emberek, de szinte mindig megfigyelhető súlyos daganatos betegségben szenvedőknél, hogy észreveszik a
a hangulatjavulást. Értem. És a hangulatjavulás, akinek jobb a hangulat, annak jobb az immunrendszere, kevésbé stresszel, és hogyha ezek a tényezők megszűnnek, a stressz, a rossz hangulat, akkor a nagyon sokkal nagyobb valószínűség annak, hogy a beteg az meg fog gyógyulni, vagy jobb állapotba kerül, vagy jobb lesz az életminősége, és ez egy nagyon fontos része a hangulatjavító hatás, annak hatásmechanizmusnak, ami elősegíti a gyógyulást. Hát én biztos, hogy nem is fogom abba hagyni a gyógygombát, ez 100%, ez most már egy abszolút nagy elhatározás én bennem, hogy amit csak a gondviselés engedi, és élhetek, addig én biztos, hogy folyamatában szedni fogom a gyógygombákat. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte a történetét. Én köszönöm. És ebből szerintem nagyon sokan példát vehetnek a kitartásáról és a jó hangulatáról, a bizakodásáról. Köszönöm, hiszen ennek is gyógyító hatása van, a bizakodásnak és a jó hangulatnak is. Köszönöm, Varga úr, hogy lehetőséget kaptam, hogy elmondhassam ezt itt a nagyvilágnak, hogy más is okuljon ebből. Köszönöm szépen. Én is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Ne feledjék, az egészségünk a legfontosabb kincsünk. Hogy megőrizzük, figyeljünk a táplálkozásra, kerüljük a dohányzást, a stresszt, és mindenképpen mozogjunk, sportoljunk valamit. Jó egészséget mindenkinek, viszontlátásra!